Szombaton a Dunaújvárosi Repülőtérrel rendezik az első Baracs kisapostagi repülőnapot. Ezen a helyszínen korábban még nem tartottak ilyen rendezvényt, így hagyományteremtő célra szervezik a repülőnapot. Lehet, hogy kevesen tudják azt, hogy a Dunaújvárosi repülőtér Fehér megye legrégebbi repülőtere, és hát több repülőnap volt már az ország különböző pontjait, de itt véletlenül még soha nem volt repülőnap, és úgy gondoltuk, hogy ebbe nekünk is be kell szállni, és hát ezen a környéken sem volt repülőnap, tehát ezért is várunk nagyon nagy tömegeket a repülőtérre, és hát szeretettel hívunk is mindenkit, hogy minél minden több ember rátogasson ki a Dunajvárosi repülőtérre. A repülőnap szervezői több érdekességgel készülnek a kilátogatóknak, többek között Farkas Bertalan űrhajós tart majd előadást, és a számos program mellett Veres Zoltán műrepülő világbajnok is elégi bemutatózik majd. Sárkány repülőgépek, vitolázó repülőgépek, motoros sárkány repülőgépek, motoros gépek, helikopter bemutató lesz, és a nap fő eseménye, az pedig a Veres Zoltán Európa bajnok műrepülőnek a produkciója lesz. Az első felszállást azt 10 órától tervezzük, és egészen napnyugtáig lesz repülés. A repülés szerelmeseit igazán érdekes bemutatókkal, gyermekprogramokkal és sok más különlegességgel várják a szervezők június 23-án szombaton 10 órától a Dunajvárosi Reptéren.